Az Egyesült Államok és Oroszország mögött hosszú katinka áll a kínai rövidpályás úszó világbenőság érentáblázatán, négy aranyal és egy ezüsttel. ő lett a VB legjobb női úszója, 15 millió forintot keresett a pazar produkcióval, Bernek negyedik gyúrta, ötödik lett ezen a rövidpályás VB-n, amely világversenyt értékeljük most az olimpiai ezüstérmes Ermes Albánnal. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát azért mondtam, hogy mindenképpen felemás a képünk, mert van egy... Van egy Magyarország és van egy Magyarországgal nem hogy felérő, hanem Magyarországot képviselő hosszú Katinka. Egyértelműen, de ez nem az első verseny, ami így zajlik. Most annyit azért hozzátennék az éremtáblához, hogyha az aranyakat nézzük, úgy vagyunk ilyen előkelő harmadik Igen. helyen, mert egyébként, ha az összeérmeket nézzük, azért egy kicsit hátrább végzünk, ez ugye a Katinkán túli csapat szereplésének tulajdonképpen a következménye. Az egy nagyon érdekes kérdés, és kezdjük akkor a dolog jó részével, hosszú katinkával. Mi történt vele, hogyan tudta ő, és milyen részleteket gondozta mögötte fontosnak az új edzővel, Petro ilyen gyorsan, jól újraépíteni magát a válságos időszak után, habár a tréner azt mondta, hogy most 75%-os állapotban van Katinka, szerinte. Hát onnan kezdeném, hogy öh, öh, hát nem kell talán sorolni, hogy bődületes siker áll mögötte. És akkor jött ez a idei Európa bajnokság, ahol hát rutinját és mindent össze kellett szedni azért a 200 es aranyéremért. többiek öh, félelme is hozzájárultak, hogy nyerni tudott. De ez szerintem benne egy olyan öh, emléket okozott, ami hát átlendítette azon, hogy edzek, ne edzek, készüljek -e, tovább, ne készüljek, tehát ő egyszer, még egyszer nem akarta magát egy ilyen szituációnak kitenni, hogy tulajdonképpen a többiek rossz szereplése, eredményeképpen nyerek. Értelek, tehát egyszerűen az ő ambícióit felip, felpiszkálta, felerősítette hát, és a régi vágányra tette azt, hogy hogy a nehéz időszak végén, hát ugye, hogy megcsapta meg, meg a szele annak keményen, hogy lehet ki, itt ki kapni. lehet kapni és jön, jönnek a riválisok. is. Le most, most azt hozzá kell tenni, hogy hát szerencse nem szerencse, inkább az ő klasszisát jelzi, hogy hát ugye nem úszott egyéni rekordokat, de a régi magát mutatta és hát a mezőny nem lépett rajta túl. Tehát ő ugyanúgy fogja őket 100 on 200 400 on hát leginkább 400 on tehát minél hosszabb a táv, ugye annál inkább előnyös neki. Ebben a helyzetben úgy tűnik, hogy, hogy jól talált egymásra immáron magyar edző, magyar edzőivel hosszú katinka. Hát igen, ennek, a, ennek az újraépítésnek és az újra találásnak persze nyilván rengeteg rizikója van. Hát ennek örülök, hogy viszonylag ilyen hamar eredményesen egymásra találtak, és hozzá kell tenni, hogy hát legalábbis így, amennyire mi én ismerem, vagy ahogy látjuk, hogy egy higgadtabb valakiről van szó, nem annyira érzelem vagy ilyen kitörésekre hajlamos az Árpád, tehát úgy tűnik, hogy ez működik. Igen, Vá, igen könnyen lehet, hogy most éppen jó, hogy egy más típusú tréner áll mögöttem, és nem ugyanazt a vonalat, hát az ugyanazt a vonalat nem is lehetett volna folytatni, nem. szóval az ugye magán hát ott életes. hol lett volna a vége. Igen, igen. igen. Ennek a most elért négy aranyéremnek, meg egy ezüstnek mi, mi, a valódi értéke? Mondhatjuk azt, hogy a valódi értéke az, az ő saját, mármint hosszú a saját ambícióinak a, a megerősítésében és, és újrapiszkálásában van elsősorban? Hát van egy átrendeződés a versenyszámok tekintetében, mondjuk a vegyes úszás az maradt, uh -huh. az nem, nem arra értem, hanem ő, ugye az olimpián 100-200 háton is érme, érmes, érmes volt, tehát nyert 100 háton, 200 háton második volt, most úgy tűnik, hogy a hátúszók beindultak, és... Tehát ott erre, erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy a vegyesen a mezőny nem tudott mellette ellépni. Uh -huh. Hiába áll viszonylag egy helyben. Uh -huh. a ilyen, e tekintetben a konkurencia fejlődésében, az olimpiai tartó időszakban, te, te milyen kiugrásra és milyen szorításra számítasz? Hát új nevek jelentek meg. Mondjuk azt is el kell mondani az eseményről, hogy most térjünk egy kicsit a magyarokra is már át, hogy nem csak a magyarok közül hagyták ki klasszisok ezt a világbajnokságot, hanem más nemzetnek sportoló is. Tehát gondolok itt a Sjöströmre, a Jefimovára, vagy akár a Pitire. Tehát nem mindenki tekintett ezt a világbajnokságot élete fő versenyének, így mondjuk a mi magyar felkészülésünkben is ezek a évvégi, decemberi Európa bajnok, rövidpályás Európa-bajnokság VB-k egyelőre még nem törtek be a

ez egy nagyon fontos kérdés, ha most már áttérünk valóban arra, hogy az ott szereplő magyar csapatnak milyen a mérlege, és ennél a legelső kérdés az, hogy az ott nem szereplő magyar csapat névsorát felsoroljuk, akkor az bomba erős. Miért nem tört még át? Át fog egyszer törni szerinted? És itt jut eszembe, hogy annak idején, amikor te versenyeztél, akkor el tud e akkori fejeddel képzelni azt, hogy te bevállaltál-e volna mondjuk nagy mennyiségű, 25-as, ilyen rövidpályás, sokfordulós versenyt évközben. Hát alapvetően a felkészülés ugye rengeteget változhatott, Igen. változott, és hát a mi időnkben egyrészt nem is volt, és hát ugye ide is becsordogál a pénz, ahogy említetted, hogy milyen díjakat, Igen. vagy milyen pénzt lehetett itt nyerni a világbajnokságon. Tehát biztos, hogy a edzőnket, a Szécsi Tamást is meg, megmozdította volna, megindította hát, volna. Hát, olyan díjak lettek volna, akkor lehet, hogy ti is ráálltok erre, nem? Feltehetően. Mert Feltehetően. Nekünk volna. ez akkoriban egy ilyen alapozó időszak volt, a, egyébként is a sok munkában hitt a mesterem, és hát egy ideális időszak volt ez már erre. Most ennek a világbajnokságnak nyilvánvalóan a presztízsét nem emeli az, hogy ilyen névsor hiányzott, akár a magyar versenyzők, akár a nemzetközi mezőnyt nézve is az indulók közül. De hogyha ebbe az irányba halad az ús úszósport, a diazások és egyáltalán a... a versenynaptár miatt, akkor előbb-utóbb főversenyé válhat ez? Válhatnak ezek hát a fajta vitájás világversenyek? 50-es versenyeket nem fogja uh -huh. sose meghaladni, azok a év főversenyei. Azt azért hozzátenném, hogy ne kicsinyeljük azért le ezt a világbajnokságot, mert azért néhány világcsúcsit született, ráadásul nekünk is fájó, vagy hogy mondjam, fontos számokban. Tehát itt egy kicsit dobnék egy mentőkötelet a döntőbe, illetve középdöntőbe bejutott sportolóink előtt, hogy meg kell ezeket is becsülni, mert tulajdonképpen hosszú Katinka se nyert, négy olimpián vett részt, mind a négyen aranyakat és éremhegyeket. Igen, itt most, a, ha mentőkötelet dobtál, akkor gondoltunk mondjuk Kalmár Ákos döntős felnőtt hát digitálásának például. Ő egyéni csúcsra jutott be, tehát mindenképp megmutatta magát a felnőtt mezőnybe, és várjuk a folytatást. Az ott lévő magyar versenyzők is egyáltalán, mint arra utaltál, hogy bizonyos csúcsdöntések esetében figyelmeztetőjel és akár ijesztő is lehet számunkra, na akkor nézzük ezeket a, a rizikós pontokat. Hát ugye két titánunk ugye nem vett részt, előre bejelentve megbeszélt, ugye elég erős év van idén is mögöttük, most itt a Milák Kristófra és a Késő Jajnára gondolok. Tehát egy köztudott volt, hogy erre a versenyre már nem mennek, tehát hogy inkább pihenés és a jövő felkészülés lesz a, Hát ugye az ő számok a 200 pillangó a Kristóf és a 400 gyors az Ajnáé. Hát mind a kettőben világcsúcs született, és hozzá kell tenni, hogy 200 pillan első kettő világcsúcson belül úszott. Tehát nincs itt lefutva, mert itt hamar és könnyen várjuk a Kristóftól is ugye a hatalmas eredményeket, de hát meg kell azért még ezért küzdeni. Igen, de mindenképpen olyan jeleket adott a közi úszóvilág, hogy nem, nem lesz olyan feltétlenül Sétadalap. nyugodt a pihen meg a pihenés sem, mert, 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 mert mozog a mezőny. Mi az értéke Bernek és Gyurta eredményének? A negyedik és ötödik helyről beszélünk. Hát egy visszaigazolás, hogy a Bernek Petinél, hogy betegség után visszatért, tehát mindenképp egy, egy pozitív dolog, hogy egy világban, aki döntőben úszhatott. Hát mind a ketten ugye fájlalták, hogy egy éremről csúsztak le egyéni legjobban, de hát hogy azt meg kellett volna úszni. Eh, ahogy közeledünk az olimpia felé, ugye mindenkinek a, a ciklusban, a felkészülésének a középpontjában áll. A következő eh, szezonban, évben, 2019-ben, a, a felkészülés ütemezésében ez a típusú év végére eső rövidpályás világverseny fontosabbá válik majd? Hát az miután Európa bajnokság lesz, hát zárva elbe csak, tehát azért egy könnyebb falat, tehát oda könnyebben elmennek, mert hozzá kell tenni azért a rövidpályának egy sajátossága van, tehát akinek kifejezetten jók a rajtai fordulói azoknak szokták mondani, hogy alig kell úszni. Hát nem így van, tehát sokat kell akkor is úszni, de tény, hogy más. Érdekes módon a két minden evő a lökloszta a férfiaknál és a katka lányoknál, tehát őket nem hozza zavarba, hogy rövid pályás a verseny, akár 50-esbe, akár 25-ösbe mindenhol teljesítenek. Nem is akárhogy. Ez a végén még hadd kérdezem, ja, bocsánat, mert ugye a kérdés volt, hogy a jövő év végé fontos lesz-e. Hát jövő év, tehát már itén is letette egy-két olyan új név a kézjegyét, akire majd az olimpián számíthatunk, tehát például gondolok itt a 400 gyorsúi tartójára, de látni kell, hogy Japánban lesz az olimpia, és a japánok is ugye mozgolódnak, és nem egy számba, és ott is 200 pillangó, 400 vegyesen van jó úszójuk. A rövid pálya miatt viszont a jó fordulót akkor azt nem szabad misztifikálni a jövőben, hogy ez a legnagyobb zsenik és tehetségek kiváltása, hanem egyre jobban meg kell tanulni, igaz? Így van. Kikerülhetetlen. Ez a, ez, ez a tanulság, erre ha halad a világ, ez egy kikerülhetetlen feladat lesz mindenki számára. Így van. Alvá, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is.